Sziasztok! Mint ebből kiderül, amit csinálok, aksit fogok cserélni. Ez mindösszesen ennyiből tart. És már pirosat a pirossal, feketét a feketével. És ha minden rendben, akkor szépen fel is van töltőre 16,1, hát nem maximum van, de 90%-os. Tökéletes. Ennyiből tart az aksicsere. És szellem 2-es a tetőhajón. Három csavar fogja itt a tetejét. Meg kell húzni, nem kell megszakítani, de legyen meghúzva. Na, mindjárt mondok pár dolgot. Azt mondja, hogy ebből már nem sok van. Hoppá. Távirányító. Minden kar fölfelé áll. Bekapcsol. Lehúz, és már kapcsolódott is. Hátulról berakjuk ide. Főzsinort, kis csapókarral fel, és már kész is van. Szereléken módosítottam. Itt már a negyedik szakítás volt meg az idei évben. Fusztrált vagyok. Nem kicsit, nagyon. Az előkémetnek a nagyságát azt lerövidítettem teljesen, ilyen 10-12 centi körül van. A könnyítést azt elhagyom a tigris módjáron. A fluorkarbon előkét azt 40-esre cseréltem a 30-asról, tehát jóval vastagabb, strapabíróbb. És az ütközőket teljesen ide húztam az ólomhoz, előtte körülbelül így itt volt. És arra gondolok, hogy a zamúra, hogy beszippantja, egészen tudja húzni is az ólomon keresztül, ugye? Hát most már nem fogja tudni, csak ha megakasztja magát. És ez miatt lehet ugye szippantani a garat fogáig, amivel csapdossa a damilt. Most a damilon is, az előkének a damilján is erősítettem egyet. Hát ha az is segít a dolgon. Az ütközőket tövig húztam. És a kikönnyítést is elhagytam, ami a csalit illeti. A csaliból is csak egy ennyit fogok vinni most a túloldalra. Senki nincs kint. Hétfő. Dél körül van. Fél egy. Minimális etetés lesz oda köré. Koncentráltan, ugye? Lassan szoktam behúzni. És megyünk át a túlpartra. Remélem most már meg lesz. Ha megfogom ez a murt, amit idén még nem sikerült, most már betege vagyok neki, lelkileg is. Szabadságot vettem ki miatta. Egyszerűen nem létezik, hogy ne fogjam meg. Ha nem lesz meg, akkor szerda csütörtökön valahogy kimaradok még éjszakára is, csak már valami legyen. Ha nem lesz róla felvétel, csak egy képen, hogy a éjszaka nem igazán lehet felvételt csinálni, bár most kitaláltam valamit arra is. Fejlámpát meg a GoPro-t, jó nagy fejem van, mind a kettő elfér rajta. Kettőt egymás elé, hogy nem tudom, mi sűk már ki belőle. Persze hát ahhoz kell, hogy kint legyek este, meg kell, hogy legyen kapás. Meg kell, hogy meglegyen a hal. Aztán kiderül, hogy ez hogy látszódik. Na, lényeg a lényeg. Visszam át a túlpartra. Most járok kb. Ott a fa előtt.
ki is engedtük. Ráfeszítek. Felakapás jelző. Egy picit. Jó. Most annyira nem érzékeny, mint volt előbb. Na majd mindjárt ezt kifeszíti. És akkor jövünk vissza a hajóval. Nem szoktam neki túlságosan nyomni, mert nem sok értelme van. Amúgy is ez egy szellem kettessel tetőhajó. Van belőle az 1-es, a 2-es, a 3-as, meg a 4-es. Leginkább ez a motorjának a teljesítményének erősségét jelzi, az, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. De most már mindjárt kicsit szórakozok itt vele. Tud ez menni. Ha akar, ha nyomom neki. De mi a francnak nyomjam? Ja. Először azt hittem, hogy a pont most húztam át a másik bottal. Ú, de jó súlya van neki. Ezt már egyszer elmondtam régebben. Aztán semmi nem lett belőle. Pont itt odaállt van a hajóm. Nem is tudom, hova ment az be most egyáltalán. Majd mehetek érte. Nem is tudom most, mi történik. Úristen, mekkora kalamajka van. Most ott a hajóm a fánál. Itt meg valamit vonszolok át a túlpartról. Annyira hirtelen jött a kapás, hogy felraktam pont ezt, még állítottam be, és azt hittem, hogy ez sípolt, nem a másik. Nem értettem, hogy mi történik. Hirtelen nem is tudtam, hogy indítsam a kamerát, vagy nem, vagy hogy most akkor... Hát biztos kis ponty. Eléggé jön. Ide kifele. Ja, oldalra megy. Kis ponty. Ja. Ha minden itt. Hú. Na gyere. Nem tudtam, hogy most kicsit tanástalan voltam. Annyira egyszerre sípolt a két kapás jelző, hogy felraktam. Na, merítőháló, gyere elő. Na gyere, ne szórakozz. Nagyon jó. Azt mondja, hogy... Hopp, várjál csak, majd mindjárt itt a ponymatracot. Csak pont most kezdtem el így elpakolni ide, vagy kipakolni. Ez meg olyan, mintha ejtené valami. Mi történik? Hajóm is amott van. Na jól van. Na nézzük itt a videó elején, amit mutattam. Hopps, ne ugrálj. A videó elején, amit mutattam, be is vált. Elég heves kapása is volt neki. Kis ponynak. Hát ez az igazi telepített, de már valami betegség már elkapta szegénykét. Na jól van, mehetsz vissza. Isten áldjon. Jaj! Valami lesz itt a túloldalt meg. Szevasz!
Jaj, hajómat vissza kéne hozni. Basszus. Jaj, na jól van. Egy kis sikerélmény, akkor viszem vissza. Ezt meg ejti folyamatosan.